1907. július 4-e. A nap, amikor Árpád fejedelem vezetésével a magyar sereg tönkreverte a magyarság elpusztítására törő, túlerőben támadó egyesült nyugati hadakat, akik már Attila óta ellenségként tekintettek ránk. Pozsonynál azonban a 40 000-es magyar könnyű lovasság megbénította, szétzilálta és megsemmisítette a 120 000-es nehéz lovas hódító sereget. Őseink ezzel a honvédő, világra szóló diadallal megszilárdították hazánk és nemzetünk helyzetét Közép-Európában és a Kárpát-medencében egyaránt. Önök az Ez itt a kérdés hétfő esti adását látják december 21-én. Nem véletlenül hallhatták ezt a rövid történelmi áttekintést, hiszen mai adásunkban arra a kérdésre keressük a választ, hogy miért is volt sorsdöntő a magyarság történelmében meghatározó, a napjainkban méltatlanul keveset emlegetett pozsonyi csata. Vendégeim Makoldi Miklós, a Magyarság Kutatóintézet Régészeti Kutatóközpontjának igazgatója, és Baltavári Tamás író, rendező. Jó estét kívánok, én Gulyás István vagyok. Estés. És hát uraim, akkor kezdjük az elején, ugye megtörtént az a csoda, hogy készült egy animációs film erről a valóban sorsdöntő csatáról, de azért, hogy, és ezt ma este adásunk után a nézők itt láthatják majd az M5 csatornán, de arról, hogy elhelyezzük ezt a csatát, az talán picit kevés, hogy annyit mondunk, hogy ez 907-ben volt. Mi történt abban az időszakban? Mi jellemezte a középkornak ezt az időszakát, és ebben hogyan helyezkedett el a magyar államiságot éppen, hogy felépíteni kezdő Árpád fejedelem és maga a magyarság? Igen, üdvözlöm a nézőket, hát ez egy nagyon összetett kérdéskör. Tudni kell hozzá azt, hogy a Duna, mint folyó, Pannonia és a Nagy-Magyar-Alföld között, az tulajdonképpen évezredeken keresztül határt jelentett. Alig volt néhány olyan nép... A Római Birodalomnak is a limesze volt. Így van, a Római Birodalomnak is, hát pontosan a Ripa volt, ugye, mert a limesz a szárazföldi határvonal, és a folyó menti az Ripa, de hogy igazából a hunok egyesítik a Kárpát-medencét, a Dunántúlt és az Alföldet és Erdélyt, utána 300 évig az avarok, majd a következő nép, aki ezt megteszi, azok a magyarok. Viszont az avarok és a magyarok közt volt egy 100 éves hiátus, ami a sztyeppei jelenlétet illeti, tehát ugye 800-as évek elején Nagy Károly az avar birodalmat tulajdonképpen politikailag szétveri, még hogyha az avar népesség a legújabb kutatások fénye szerint meg is éri nagy számban a magyar honfoglalást, viszont politikai hatalma nem volt. És a Dunántúli területek nagy része ekkor visszatért a korai római alapokon nyugvó frank birodalom függőségébe, és hát ezekre a frankok tulajdonképpen a németek és bajorok úgy tekintettek, mint ősi jussukra, hiszen ők a római birodalmat szerették volna helyreállítani, és hát a jogosultságukat Európa egészére ezzel is vezették le, hogy ők a római birodalom örökösei. Viszont ugye a Kárpát-medencét azelőtt egyesítő hunok és avarok utódainak tekintették magukat a magyarok, akik bejöttek a Kárpát-medencébe, és hát itt a Dunántúl területének tulajdonképpen az birtoklása veti fel a legnagyobb kérdést. A magyarok ezt a honfoglalás utáni években, 900-es évek elején tulajdonképpen teljességgel elfoglalják, sőt egy olyan gyepű mentét alakítanak ki, ami mélyen benyúlt, tehát nem csak a mai Dunántúl területére, hanem inkább Karintia területén, tehát a mai Ausztria keleti határvidékét is érintette. És hát ez bizony a frank birodalomnak a alapjain nyugvó, akkor a pozsonyi csoda idejében Gyermek Lajos keleti frank uralkodó területeit milyen sértette, és tulajdonképpen ezt a bajorok saját függőségi területüknek ítélték. Itt ők ugye a 9. században keresztény térítéseket is végeztek, a
salzburgi érsekség, püspökség szedte itt az adót, és hát tulajdonképpen itt nem csak a terület uralásáról, hanem anyagi érdekekről, tehát az adók beszedéséről is beszélünk. Ezt ugye a magyar honfoglalók tulajdonképpen megszüntetik, ugye elterjesztik egészen a mai osztrák-magyar határon túlra a birtoklásukat, elfoglalják a területet, és így a Gyermek Lajos keleti frank uralkodó szövetsége alatt, vagy zászlaja alatt egyesülnek a keleti frank hadseregek, és egy elsöprő győzelemmel egy nagyon nagy, akkori Európában alig látott haderővel rendelkező háborúval. Ők villámháborúnak tervezték, hogy a Duna mentén majd bevonulnak, és akkor visszafoglalják ezeket a szerintük ősi jussukat képező területeket. Ezt megpróbálták visszafoglalni, és hát, mint a filmből is ki fog derülni, ez nem sikerült. Milyen megcsinálni egy olyan filmet, Tamás, amelynek a története, az gyakorlatilag, és szerintem itt egyetérthetünk abban Miklóssal, hogy azért maga a pozsonyi csata azért inkább zárójelbe vagy idézőjelbe volt téve a magyar történet tanításban. Tehát nagyon keveset tudtunk róla. Gyakorlatilag az elmúlt két évtized az, amikor így fölkeltette az érdeklődését, tehát klasszikusan egy 21. századi figyelem irányul erre, hogy ez milyen feladatot ró egy forgatókönyvíróra, egy rendezőre? Hát ez egy nagyon jó estét kívánok, én is üdvözlöm a nézőket. Talán a legnehezebb feladat ezzel a történelmi korral és ezzel az eseménnyel foglalkozni, hogyha az ember történeti interpretációt akar készíteni. Úgyhogy egyáltalán nem volt könnyű dolgunk, hiszen bármelyik történeti rekonstrukció, legyen az bármelyik történelmi korból, nem lehet teljes. Tehát nem lehet tökéletes. Ellentmondások tömege van. Így van, így van. Ráadásul van még egy fontos elem, ennek szórakoztatónak, megragadónak, drámailag valamilyen módon mégis filmes jellegűnek kell lennie. Ezek az érvek, illetve ezeknek az együtthatása az egy nagyon-nagyon nehéz feladat elé állított minket. Valóban itt arra is kellett törekednünk, hogy mivel a csatáról nagyon kevés információnk van, ez a film ne csak arról szóljon, hanem a honfoglaló magyarságot mutassa be. Tehát ez egy külön célja volt ennek a filmnek. Mutassa be a szereplőket, mutassa be a környezetet, mutassa be azt a tárgyi, anyagi kultúrát, amelyben ez a cselekmény zajlik. Ez is része volt. Egyfajta komoly didaktikai célként, hogyha ezt a közel 50 perces anyagot megnézi egy diák, akkor az ne csak a pozsonyi csatáról tudjon többet, hanem a honfoglalás koráról, illetve annak szélesebb ívű eseményéről is tudjon meg többet. Na és akkor itt jön a régész. Hiteles az animáció? Hitelesek azok a tárgyeszközök, azok a ruházatok, amelyek szerepelnek a filmben? Hiszen ugye önöknek elsősorban ez a feladata, hogy a honfoglalás korának, hát ugye László Gyula volt az, aki gyakorlatilag megálmodta, hogy hogyan is nézhettek ki pontosan honfoglaló őseink, de hát önök azok, akik ehhez a tárgyi bizonyítékokat szolgáltatják. Így van, tehát mi szakértőként működtünk közre ugye a Régészeti Kutatóközpont a film készítése során, viszont fontos leszögezni, hogy ez a film nem egy pontos oktató jellegű film, ami a... Hát nyilván a szórakoztatás is benne kell, hogy része, legyen. Persze, és a másik célja meg az, hogy bemutassa azt a folytonosságot, hogy a magyarok azok egy igenis keleti eredetű népcsoport, és ezért a filmben felbukkannak szkíta és hun, sőt avar tárgyak is, mint egy azt hangsúlyozva, hogy a keletről jövő magyarok abból a sztyeppei kulturális egységből, kulturális koinéből származnak, amelyet több ezer évvel azelőtt ugye a szkíták alakítottak ki a Krisztus előtt 5. századba, majd a hun birodalom Krisztus születése utáni
negyedik század, ötödik században szintén uralja a sztyeppét, és valahol a Urál környékén a magyarok is ezeknek a birodalmaknak részei voltak, és hát a filmben feltűnő korai szkíta, és tehát például majd... Hát ugye az az Aranyedény fogják. Is egy szkíta, amiben a Árpád vérét fölfogják. Igen, meg hát ugye a Nagyszent Miklósi kincs is. Így van, a Nagyszent Miklósi kincs. A filmben ugye ez késő avar jelenet, de például a táltos, aki dobol és feláldozza a fehér lovat, neki a viselete inkább a szkítákra jellemző. Viszont magát a hadsereget, illetve a honfoglaló magyar vezéreket azt a legnagyobb hitelességgel próbáltuk ábrázolni, illetve tanácsot adni, hogy a filmben hogy szerepeljenek, tehát a tarsói lemezek, a ruhadíszek, és maga az elképzelt berendezése mondjuk egy jurtának, az próbál a hitelesség talaján állni. Persze vannak olyan dolgok, amit sajnos soha nem fogunk megtudni régészeti szempontból, tehát hogy például a jurták berendezésére most legjobban a néprajzi párhuzamokból tudunk forrást meríteni, hiszen honfoglaláskori szövetek vagy textilek, nemhogy egy egész jurta vagy az azt borító nemes szőnyegek, illetve esetleg perzsa szőnyegek hogy nézhettek ki. Erre sajnos mai keleti néprajzi párhuzamaink vannak, illetve keleten, Mongóliában a magas hegyek között megmaradt népvándorláskori fagy által megőrzött nem teljesen honfoglaláskori, inkább korábbi hunkori szőtteseink vannak, illetve bútoraink, amik alapján el tudjuk képzelni, hogy az, amit egy régész szerencsés esetben feltárhat, sajnos az csak a magyar alföldön, a magyar időjárási viszonyoknak köszönhetően, ami nekünk nagyon jó, de a régészeti leletek megmaradásának nem annyira. Tehát egy alapvetően könnyű, lovas, fegyverzetű harcosnak a sírjában is csak a fém alkatrészek maradnak meg. Nagyon szerencsés esetben esetleg a fanyeregnek, ha fémmel verték ki a kápáit, akkor az a fém korrózió megőrzi talán a fának egy kis töredékét, de még így a sírokban is a feltárható leletanyag az körülbelül az 1%-a annak, amit valaha abba a sírba beletemettek. Tehát nem tudjuk, hogy néztek ki a csizmák, a ruhák pontosan. Amit László Gyula elképzelt, és amin felnevelkedett a honfoglaló magyarságot szerető nép, hát az egy elképzelés, olyan is lehetett, de igazából, hogyha objektívek akarunk maradni, akkor azt kell mondjuk, hogy nem tudjuk. A keleti tumuangi barlangfestmények és ott feltárt fagyott sírokból előkerült leletanyag az, ami régészetileg adhat támpontot. Tudjuk, hogy például a honfoglaló magyarok és eleve a sztyeppei népekhez köthető maga a nadrág, az ing viselete, tehát hogy Európába ők hozzák be a sztyeppei lovas népek ezeket a ruhadarabokat, és ezek nem egyszerű ruhák, hanem gyönyörűen hímzett, varrott, nemez rátétes ruhadarabok, és hát az, hogy milyen motívumokkal díszítik fel ezeket, ezekről sajnos, mint régész, nem sok támpontot tudunk mondani. Tehát azt kell mondjam, hogy ami a filmben megjelenik, mint elképzelt környezet, az egy nagyon jó alap arra, hogyha megnézi egy mai kisdiák ezt a filmet, ami elsősorban szerintem a legnagyobb célja az, hogy hogyha egy történelem órát rászán a pozsonyi csatára egy általános iskolai történelemtanár, és ezt a filmet megnézi, akkor pontosan el tudja képzelni, hogy milyen lehetett akkoriban az élet. Mert még mindig él az az elképzelés valahogy a régi régészeti leletekről, akár a honfoglaláskorról is, hogy azok gödörlakásokban élő, ilyen putri szintű környezetben mindennapjaikat tengető emberek voltak. Mint hát ha volt is ilyen, az egész Európára jellemző volt abban az időszakban, tehát azt gondolom, hogy...
Igen, de hát most már azt is világosan látjuk a régészeti leletekből, hogy egy település is úgy néz ki, hogy valóban megvoltak ezek a gödörlakásoknak vélt földbe mélyített épületek, de ezek a legtöbb esetben nem lakásként funkcionáltak, hanem inkább az állatoknak téli olként használták őket, vagy esetleg télen is végzendő műhely körzetek. Oké, de hogy most egy nagyon fontos kérdés vetődött fel, ugye Miklós identifikálta az egyik célcsoportot. Ki a célcsoport egyébként, Tamás? Hát a filmjeinket már 10 éve olyan technikákkal készítjük, amik számítógépes játékok motorján alapszik. Ennek következtében a képi anyag, a képi világ is a számítógépes játékokra. Hát önök készítették a várfilmeket, meg egy így csomó van, olyan... Mohács, Muhicsata, Isaszek, Piski. Hát ez gyakorlatilag annak a folytatása, annak a sorozatnak a folytatása. Is. Így van, technológiában is, illetve volt egy technológiai ugrás, most egy Unreal Engine nevű nagyon modern, fejlett játékmotort használunk, amit egyébként animációs filmekre használnak mások is a világban. Ebből következik, hogy ki a célcsoport. Nyilvánvalóan az a fiatal generáció, főleg fiúk, nyilvánvalóan a hadtörténet szeretők, akik ezeken a számítógépes kalandjátékokon nőttek fel, illetve ismerik ezt a látványvilágot. Azért egy picit menjünk bele ebbe, ugye, ha belegondolunk, hogy most a 21. században az animáció, 3D animáció milyen szinten áll a mozifilmek szintjén, akkor azt mondhatjuk, hogy ez valóban inkább a videójátékok színvonala. Tehát ez egy tudatos választás. Tudatos választás. Nem is választhatnánk mást. Egy olyan animációs film, ami standard nyugati minőség, az 100 000 dollárokba vagy 10 millió dollárokba óriási számokban fejezhető ki. Mi egy alternatív módszert választunk, és alternatív filmeket készítünk, amire a forrásaink azok nyilvánvalóan nagyságrenddel kisebbek, tényleg kimondhatjuk töredéke, néhány százaléka azoknak a filmeknek, amelyek valódi 3D animációs filmek. Mi volt az elsődleges cél azon kívül, hogy lehetőleg olcsón létrehozzanak egy filmet, ami történelmileg hitelesen próbál bemutatni egy olyan eseményt, amely a magyarság szempontjából meghatározott. Tehát nyilván ez egy alap dolog volt. Egyfajta identitás képzőnek is gondolják ezt a filmet? Így van. Mi a Történelmi Animációs Egyesület formájában kezdtük, és mindig is az volt a fő célkitűzésünk, hogy azt az óriási űrt, ami az elmúlt évtizedekben keletkezett Magyarországon, a történelmi emlékezetben, az el nem készült történelmi filmek és dokumentumfilmek tekintetében, ezt az űrt próbáljuk meg valahogyan alternatíve kitölteni. És én szerintem ez fontos is a visszajelzésekből, a kommentekből, a nézettségből, az derül ki, hogy igen, ennek a generációnak szüksége volt arra, hogy valamilyen képi fogódzót találjon a történelmünkhöz, mert ezek a képi fogódzók már mind idejét múltak, avittak, amelyekkel most rendelkezünk. Én nem akarom a jókai regényeket leszólni, sőt, hát a legnagyobb értéke, és az is marad. És az is marad. Így van. De azt is tudomásul kell venni, hogy a modern világban, a 21. században a fiatal generációt más eszközökkel is meg kell próbálnunk elérni mindenképpen, és jelen pillanatban ez az eszköz áll rendelkezésre, és tényleg azt szeretném mondani, hogy amikor a Magyarság Kutatóintézetet ezzel kapcsolatban felkerestem, én szerintem nagyon-nagyon jó szemmel ők is észrevették, hogy ez erre alkalmas elsősorban. Elégedettek az eredménnyel, Miklós? Elégedettek vagyunk abból a szempontból abszolút, hogy az igaz, hogy tényleg sokkal jobb lenne egy több milliárd forintból létrehozott 3D animációs nagy játékfilm, de ennek a töredékéből az, aminek ez a hasznosulása lesz identitásnevelés szemszögéből, hogy egyáltalán abból, hogy bemutassa, hogy el tudja képzelni egy kisiskolás vagy középiskolás gyermek, de egyébként ugyanúgy meg fogják nézni, ezt úgy gondolom a szüleik és nagyszüleik is, tehát a célcsoport szerintem az nem csak a fiatal. Be kell vallanom, nekem kedvenceim azok a filmek, Tamás, amiket például a Muhicsatár, és nagyon kíváncsian várom
kvázi egész estés játékanimációban is a filmet, mert nyilván ez egy egészen másfajta élményt ad az embernek, és más kérdés, hogy ami például a 18 éves fiamnak, vagy a 16 éves, 15 éves korosztálynak teljesen természetes ebben a minőségben, hiszen abban élnek, nyilván mi felnőttek, akik másra vagyunk szocializálva, másképpen közelítünk ezekhez, és ezt beszéljünk majd arról is, hogy ez meglehetősen érdekes volt emiatt a fogadtatása, és ezért is kérdeztem meg Miklóst, hogy elégedettek ezzel. Igen, tehát ezt kell mondjuk, hogy árérték arányosan elégedettek vagyunk vele. Természetesen a cél az az, hogyha hasznosság tekintetében is? Hasznosság tekintetében. Tehát azt gondolja, hogy azt a célt, amit el akartak érni vele, amit a Tamásik azért már fölépítettek tényleg egy évtizedes munkássággal, azt ezzel a filmmel el fogják érni. Én úgy gondolom, hogy igen, már az eddigi trailer nézettségek is azt mutatják, hogy van érdeklődésre, és hát ez tényleg egy viszonylag hosszabb, kvázi egész estés film, ami reméljük, hogy el fogja nyerni a közönség tetszését. Tamás, elégedett a filme? Igen, feltétlenül, és a reakciók, az eddigi reakciók. Na, és ez azok, a kérdés, azok... hogy elégedett a reakciók? Igen, is? Igen, a filmnek valahol az is a célja, én azt hiszem, és nem is készülhet úgy történelmi interpretáció, hogy ilyenek nem merülnének föl, azonnal polémiát gerjeszt. Igen, ez valahol provokatív is természetesen, és talán a legfőbb elvárásom pont az, hogy induljon be ezzel kapcsolatban valamilyen komoly szakmai típusú polémia, és ne adj Isten, tényleg arra sarkaljon más alkotókat, alkotóművészeket is, hogy próbálják meg valahogy ők is kifejezni ezt a pozsonyi csatát és ezt a történelmi kort, mert szükség van a képi megjelenítésre, szükség van ennek a történelmi kornak az elmesélésére feltétlenül. Mi az oka ön szerint, hogy, és ezt Miklóshoz is szól a kérdés, hogy Magyarországon vagy nem készülnek történelmi filmek, tehát nagy tablók, igazi tablók, történelmi tablók, vagy pedig, ha készülnek, akkor inkább statikusak. Miért van ez? Jó kérdés, nem tudom, a művészi oldal itt nálunk mindig nagyon erős, és az nagyon jelen van a történelmi filmjeinkben, ami jó. De azt is tudomásul kell venni, hogy valóban azt a fiatal generációt, amely lendületes hollywoodi filmeken nő fel, azt a generációt, azt csak úgy lehet megfogni, hogyha valami hasonlót próbálunk meg nekik adni. Erre vannak nagyon jó példák is, és vannak rossz példák is. Nyilvánvalóan az egri csillagok, a 80-20-ár, és sorolhatnám még azokat. Igen. A nagyszerű példákat, amiken több generáció képes úgy felnőni, hogy nemzeti identitását erősíti ezt. Volt aranykora, és volt nagyon aranykora, jó, hogy megemlítette Jókai Mórt, például ugye az első magyar színes film, az Aranyember. Így van. Zseniális történelmi tabló, egy elképzelt történet, de elénk tárja gyakorlatilag annak a korszaknak a 19. század Biedermeier hangulatát, és tökéletesen bevisz minket. Így van. Ami majd, hogy nem is annyira fontos a történet, hiszen viszi az ember. De mondok szélsőségesebbet is, még a Rákosi kort is kiszoktam olykor emelni, mint egy olyan korszakot, amely képes volt kitermelni a Rákóczi hadnagyát, feltámadott a tengert, és hogyha ezekből levesszük azokat a marxista jellegű sallangokat, akkor ezek is egy nemzeti érzéssel túlfűtött, nagyszerű filmek sikerültek még abban a korszakban, és ez azt hiszem, hogy ez a legjobb kontraszt, ami felállítható a mai korra. Régészként egyszerűen azt tudnám ehhez hozzátenni, hogy a régészetben olyan eredmények vannak az elmúlt 30 évben, amik szenzációsak, és igazából én nem is értem tulajdonképpen, hogy miért nem készülnek ilyen nagy játékfilmek is akár. Hiszen... Tehát gyakorlatilag most is az történt, hogy egy szerencsés találkozás, tehát Tamásék egy viszonylag szűk büdzsével oda mentek, és azt mondták, hogy kérem szépen, mi ezt megcsináljuk. A Magyarság Kutató Intézet pedig azt mondta, hogy hoppá, hát ha ennyiből meg lehet csinálni, akkor ugorjunk neki. Tehát egyfajta kovásznak kell lennie mondjuk egy ilyen intézménynek, mint az önök. Igen, hát igen, tehát mi nem filmstúdió vagyunk, nem is olyan költségvetéssel rendelkezünk. Mi adtuk a nevünket és szakértőink nevét ahhoz, hogy létrejöjjön ez a
kisköltségvetésű, de mégis látványos film, abból a célból, hogy amit könyvekbe írnánk le, akár még ha tankönyvek is azok a könyvek, de a tudományos publikációkba, akkor abba. Tehát, hogy ne csak azt a szűk tudományos réteget, ne csak az általános iskolásokat, hanem minél szélesebb réteget próbáljunk elérni egy ilyen hatalmas jelentőségű dologgal, például, mint a pozsonyi csata. Ami tényleg arról szólt igazából, hogy Európában magabiztosan magát a római birodalom örökösének tekintő legyőzhetetlen kelet-római seregek elindulnak, hogy elsöprik a magyarokat a Dunáig, visszaszorítják legalább az eredeti határokig, de szerintem ugyanúgy, ahogy Nagy Károlynak se az volt az avarok megtörésével a célja, hogy csak a Dunántúlt szerezze vissza, hanem bőven túlmentek a Dunán, és hogyha már ki akarták takarítani a Kárpát-medencét. Lendületben van egy hadsereg, akkor nem áll meg, hogyha lehetőség van a totális győzelemre is, és ehhez képest az első csatánál tulajdonképpen vereséget szenvednek, és az, hogy a magyarok beengedték őket viszonylag mélyre a saját Magyarország területére, tehát ugye átengedték őket az egész gyepű területen, ezért az utánpótlásuk már ugye hosszú utat kellett bejárjon, kezdtek fáradni ugye a menetelésben is, és így egy nagyon jó sztyeppei taktikát és a körülményekhez alkalmazkodó hadi taktikát bevetve, gyakorlatilag egy európai szintű hadsereget roppantottak meg néhány nap alatt úgy, hogy ez a megroppantás gyakorlatilag úgy sikerült, hogy a teljes bajor haderő odaveszett. Tudjuk egyébként, hogy hol volt pontosan a pozsonyi csata? Hát nem tudjuk ezt. Nem is voltak erre régészeti kutatások? De tehát nyilván a csatatér kutatás az egy létező dolog a magyar régészetben is. Annyit tudunk, hogy tehát ugye a viszonylag kevés írott forrás áll rendelkezésre a pozsonyi csatáról. Ugye humanista bajor írók tollából származik a legjobb leírás is a csatáról, és hát annyit tudunk, hogy Pozsony neve akkori alakjában említve van tulajdonképpen, uh-huh. hogy ott történik a csata, de hát ez egy elég nagy területre érthető rá, és hát az még biztos, hogy a Duna két oldalán a Duna átúsztatásával történik, de a helyszín tudomásom szerint pontosan nem ismer. Ez azért érdekes, mert van Pozsonyban egy legenda. Ugye akkor, amikor a II. Világháború után ismét létrejött Csehszlovákia, akkor Pozsonynak a megtisztítása német és magyar polgáraitól egy internáló tábor segítségével történt Pozsony mellett a Dunaparton. Nagyon sokan haltak meg, pusztultak el ott, gyilkolták meg őket, és ezt a területet szokták mutogatni pozsonyiak. És az egyik bácsi, aki vezette ezt a túrát, az azt mondta, hogy és nem mellesleg itt volt a pozsonyi csata is, tehát azért ezek a történetek azért léteznek. Vissza a filmhez, ugye az animáció egyrésztől óriási lehetőség, hiszen olyan dolgokat tudunk megcsinálni viszonylag olcsón, hogy nagy seregeket mozgatunk. Ha már említett az előbb az egri csillagokat, tehát azért Várkonyi Zoltánnak azt a rengeteg embert megmozdítani, az egy hihetetlen költséges dolog volt, miközben ugye Önök Tamás gyakorlatilag animációval százezreket tudnak mozgatni egy csatatére. Valóban ez talán a legnagyobb kihívás a 3D animációs technikában is, hogyan lehet tömegszimulációkat jól és élethűen bemutatni. Úgyhogy valóban a film is költségvetésének jelentős részét ezek emésztik fel. Ló és lovas animációjának bemutatása, ez azt hiszem, hogy a világon a legnehezebb dolog, hiszen egy ilyen organikus egységet képező, mindenhol izomzattal és egyebekkel bemutatandó ló és lovas, ez egy nagyon nagy kihívás, és hogyha ezt valóban több ezres létszámban szeretnénk fölvinni a képernyőre,
az még komolyabb. Valóban készült a film? Parancsol? Hány évig készült a film? Hány évig? 3 évig készítettük. Volt középen egy kisebb passzív időszak, amikor a források kiapadtak, de mondhatni azt, hogy ennek 8-10 ember 3 évig mi volt a legnehezebb feladat? A legnehezebb feladat valóban a fő csata jelenet, amit majd látni fogunk, ez talán a film drámai csúcspontja is. Azt találtuk ki, hiszen a pozsonyi csatáról ilyen tén nincsenek megint csak információk, hogy ne csak klasszikus keleti harcmodort mutassunk be, hanem mutassuk meg ugyanennek a keleti harcmodornak, vagy keleti harcászatnak azt az oldalát, amikor frontális csatát kell vívni az ellenféllel. Amikor nem a klasszikus megtévesztő, visszavonuló, hátrafele nyilazó eseményt dolgozzuk fel, és ez így is történt. Koncepciónk szerint a Duna partján táborozó német sereget, és mivel minden sereg a táborát jó keményen megerősíti, ezt a német sereget, ezt gyorsan kell leruhannunk, hiszen a német sereg, illetve a frank sereg másik fele az a Duna túloldalán található. Tehát nem szabad megvárnunk azt, hogy ez a két sereg rész egyesüljön, hanem minél gyorsabban le kell küzdeni az egyiket. Ennek okán megrohamozzuk tehát ezt a tábor előtt felállított frank sereget, és a legnehezebb az volt, hogy ennek a rohamnak a részleteit, a lovasság beleütközését ebbe a pajzsfalba, amit a frank sereg alkot, ez volt a legnehezebb megcsinálni, ez a leglátványosabb. Nagyon fontos, hogy egy jó film elképzelhetetlen húzós zene nélkül. Tehát a zene is húzza a filmet, úgyhogy mindjárt folytatjuk ezt a beszélgetést, de most először bepillantást nyerhetünk a kulisszák mögé, hogy hogyan született meg a Pozsonyi csata című film zenéje és videóklipje, nézzük meg. A Magyarság Kutató Intézet az felkért arra, hogy egy másik funkadeli dal hagy szerepeljen a filmnek a végén. Tehát én meghallottam a filmnek a zenét, és mondtam, hogy na jó, nem, tehát ez többet érdemel ez a dolog. Mikor kedvesem hangja, lelkem simulatja, én nem szeretem, egy az Isten. A Pozsonyi csata című animációs film főcímdal refrénjének sorai jutottak először eszébe Kőházi Ferenc zeneszerzőnek. A sokak számára csak Funkadeli néven ismert rapper állítása szerint egyfajta transz állapotba került Bársony Bálint és Elek Norbert zenéjétől. Ilyenkor próbálja az ember ezt a kis égi csatornát megnyitni, vagy sikerül a csapot megnyitni olykor, vagy nem, na most megnyílt, és ilyenkor az időérzékét az ember teljesen elveszíti, tehát kiesek térből és időből, tehát nincs bennem tudatosság. Bármint utóbb kiderül, talán valamennyire mégiscsak szándékos volt a címadás. A rovás írásban a G betű ugyanis az egy az Isten gondolat szimbóluma. Nem arról, hogy az én Istenem az az egyetlen Isten, mert akkor az lenne a dal cím, hogy az egyetlen Isten, de nem erről szól, hanem az, hogy a Föld bolygó összes népének mindenféle szellemi irányultságát mi képesek vagyunk és hajlandóak is vagyunk tiszteletben tartani, mert hogyha a természetet megvizsgáljuk és a természet törvényeit megnézzük, akkor egészen egyértelműen érzékelhetjük, hogy ugyanabban a játékban vagyunk benne, ugyanabban a teremtett világban élünk. Ugyanakkor Istent nem lehet univerzálissá sem tenni, teszi hozzá Funkadeli. Noha rengeteg jelentéstartalommal és érzelmi töltettel bír Tóth Gabival énekelt közös daluk, mégis a történelem egy fontos eseménye hogyan tudja megszólítani a mai kor emberét. Ennek a filmnek is, és az ehhez hasonló produkcióknak is, meg teremtéseknek, alkotásoknak is mindig pusztán az lehet a célja, hogy egy kis lelki, szellemi táplálékot adjon azoknak a húroknak, a felnőtt emberekbe, akik egyáltalán érdeklődnek a gyökerek iránt, a pozitív értelembe vett gyökerek iránt, és a gyerekeknek pedig valami irányultságot adjon, szintén egy mintát. Meg ezt a turul dolgot. Igen. Én mégis csak betettem, ha nem baj. Nemzettudat, történelmi műveltség, hazaismeret. Talán már-már elcsépeltnek is hangozhatnak ezek a kifejezések, azonban a Pozsonyi csata megtörténte, a filmben felcsendülő egy az Isten dal most valami másra is taníthatja nézőit. A Pozsonyi csatának az a sikere, az eszenciája szerintem, hogy egy időbe, egy irányba, egy ügyért meg tudtunk mozdulni. S talán Árpád korabeli őseinktől okulva ma is meg tudnak a magyarok mozdulni közösen egy célért. A sorsod, a sorsod, fenn közös az ég, ott fenn közös az ég. Mikor harcba kell menni és vélemet adni, én nem feledem, egy
hangja, mikor kettesem hangja, lelkem simogatja, én nem feledem. Egy az Isten, mikor kettesem. Nagyon érdekes, miközben ugye hallgatjuk, hogy Tóth Gabi arról énekel, hogy egy az Isten, mindeközben azért én magam is történész vagyok, és azért az legalábbis, amikor én egyetemre jártam, az egy egészen természetes vita volt a történészek között, hogy vajon a honfoglalók azok monoteista vallással jöttek ide, vagy pedig még egy több isten hitben működtek, és aztán vették föl ugye a kereszténységet, a monoteista vallást. Miklós, hogy van ez? Tudunk róla valamit? Igen, tehát tudunk. Ennek egyébként a mai még gyűjtető népművészeti hagyományainkban is vannak lenyomatai, hogy a magyarok egyébként keletről eljövén, de egészen az Urálon túli területekre kell itt gondolni, tehát a Selyem útnak tulajdonképpen a keleti területeit is ugyanúgy ismerték, mint a nyugatit, erről egyre több régészeti információnk van, tehát hogy az ázsiai hunok eredeti szülőhelyét, a mai Kína belső Mongólia területét is bejárták valószínűsíthetően a honfoglalás előtt, tehát a magyarok, mire a Kárpát-medencébe beérkeztek, gyakorlatilag az összes világvallást már megismerték, tehát nem csak a kereszténységet a Fekete-tenger vagy a Kaukázus vidékén, hanem találkozhattak a buddhizmussal, találkozhattak az iszlámmal, és hát bizonyosan találkoztak is vele, és hát alapvetően ugye ezek a vallások is egyisten hívők. És hát a magyarságnál is azt én kimerem mondani, ugye nem vagyok vallástörténész és eszmetörténet kutató, hanem csak régész, de hogy a hitvilág, ami a magyar néprajzban kutatható legjobban, illetve azok a régészeti leletek, amiket találunk, az arra utal, hogy tulajdonképpen volt a magyaroknak egy szellemvilág elképzelésük, tehát hogy sok mindent mindennek a füvek, a fák, az hegyek szelleme, stb. És ennek vannak régészeti lenyomatai is, kis kultikus tárgyak, amik ilyen valószínűleg földbe temetett táltosoknak vagy sámánoknak lehettek a sírjai, annak még néha sok esetben a lova is rendellenességgel született, nem csak ő maga, ugye tudjuk, hogy egyel több csontja volt esetleg, vagy több hatúja, stb. Sok esetben a régészeti leletanyagban a lova is hasonló rendellenességekkel rendelkezik, egy igazi táltos paripa, de mégis mindezen szellemvilág felett, ami egy több isten hit felé tendál, mégis mindennek van egy mozgató rugója, egy felsőbb, egy kézben egyesülő erő, ami irányítja a világ folyását. Tehát ez az egyisten. Tehát a magyaroknak sokkal közelebb áll a kereszténységhez az ősvallása, mint például a görög vagy római több isten hithez, politeizmushoz. És ahogy mondjuk a karácsonyt is most ünnepeljük, ugye pont a film bemutatásának napján, ma van december 21-én a téli napforduló, a leghosszabb éjszaka, a legrövidebb nappal. Ráadásul Jupiter-Szaturnusz együttállással. Jupiter-Szaturnusz együttállás, tényleg remélem, a betlehemi csillag. A betlehemi csillagot láthatjuk. Visszatérése, én is remélem. És hogy ez az ünnep is ugye nyilván megvolt az összes természet népnél, így a magyaroknál is, hiszen a fényjárást ők is követték, ez az Árpádházi templomokban ugyanúgy visszatér, hogy a napjárása mutatja meg a templom legfontosabb helyeit, úgy alakítják ki a szentét, az ablakokat, stb. És hát a mai napfordulós ünnep is egyesek szerint ugye a Kerecseny Sólyom ünnepe, amiből a karácsony szavunk is származik. Tehát, hogy a mi ősvallásunk az sokban beépült a István által felvett kereszténységbe, és ennek biztos vagyok benne, hogy az egyisten hit is része volt. Úgyhogy Tóth Gabi, ha azt énekli, hogy egy az Isten, az nem egy földtől elrugaszkodott elképzelés, hogy a magyaroknak bizony egyisten hite volt már a Szent István Zene. Is.
Egy filmnél nagyon fontos a zene. Jó. Elégedett a zenével, Tamás. Feltétlenül Bársony Bálint és Elek Norbert végtelenül nyitottan álltak ehhez az egészhez, és azt hiszem, hogy mindenhol eltalálták a ritmust, a hangulatot. Ahogy én tudom, ahogy hallottam tőlük, megpróbálták a megfelelő hangszereket beszerezni, az odaillő hangokat, hangzást megteremteni, és én úgy gondolom, hogy ez sikerült maximálisan. Könnyű volt az együttműködés a zenészekkel? Milyen elvárásai voltak a rendezőnek? Igazság szerint az együttműködés nem volt olyan nagyon szoros, mivel a képi anyag már készen volt, ezért már csak egy úton lehetett elindulni, a képi anyag alá készíteni a zenét, és ez egy külön kihívás volt számukra, viszont ebből kifolyólag nem nevezhető egy olyan klasszikus filmzene készítő folyamatnak, mint más filmek esetén. Hát azért a korai hollywoodi filmeknél is így készült. Elkészült a film, és aztán alázenélték. Akkor ezek szerint mégis. Így kezdődött. Igen, így kezdődött. Mit vár ettől a filmtől, Tamás? Mit várok? Azt várom elsősorban, hogy a fiatalok fejében valamiféleképpen ez rögzüljön, és hogyha erről a korról hallanak, és hogyha erről a korról tanulnak, akkor ez segédeszköz legyen számukra abban, hogy rögzüljenek az információk. Ezt mindenképpen várom tőle. Azt is várom tőle, hogy végre a filmes szakma valóban ébredjen föl, és minél több történelmi tematikájú filmterv készüljön el, és akár a közérdemű nyomására, akár egyéb erők, behatások hatására induljon el végre egy komoly filmgyártás, akár komoly minőségű 3D animációs technikával, akár valódi játékfilm formájában. Mit vár egy intézmény egy ilyen filmtől? Mit vár a Magyarság Kutató Intézet? A Magyarság Kutató Intézet elsősorban azt várja, hogy elinduljon ez a folyamat, amiről beszélt Tamás is, hogy legyen igény arra, ha meglátnak egy ilyen filmet a magyar nép, hogy úristen, hát ilyen is történt, nem is tudtunk róla, egész életünket úgy éltük le, hogy a pozsonyi csatáról nem hallottunk, akkor mi minden lehet még a történelmünkben, amiről ilyen filmet lehetne forgatni, és nekem még az is egy álmom, így régészként, akik sok szállal kötődnek a mai hagyományőrzőkhöz, hogy ne csak animációs filmek legyenek, hanem a Kárpát-medencében oly sok hagyományőrző csoport törekszik gyakorlatilag önerőből arra, hogy minél hitelesebb korabeli rekonstrukciókat készítsenek a különböző korszakokban, egészen a szkíta hagyományőrzőktől a huszárokig tulajdonképpen. Nagyon szép honfoglaláskori hagyományőrző csoportjaink is vannak, és biztos vagyok benne, hogyha megvalósulna egy hasonló témájú rendes játékfilm élő emberekkel, akkor ezek a hagyományőrző csoportok végre szívük szerint szerepelhetnének ilyen filmekben, meg lehetne mozgatni az egész Kárpát-medencei hagyományőrző hálózatot vele, és hát nem utolsó sorban, hogyha ennek anyagi forrása is lenne, akkor sor kerülhetne ennek a hagyományőrző társadalomnak a szakirányú fejlesztésére, felzárkóztatására, hogyha nem volt pénzük megfelelő minőségben kivitelezni néhány fegyvert vagy ruhát, akkor azok pótlására, és kialakulhatna egy olyan hagyományőrző, filmesekkel együttműködő gárda, aki a ország különböző rendezvényein fellépve, nyugodt szívvel mondhatom, hogy tényleg az igazat, a korabeli fegyverzetet mutatja be, például egy szüreti nap bemutatón, vagy akár milyen kulturális rendezvényen az országban. Tehát én igazából nagyon tudnék örülni egy rendes élőszereplős játékfilmnek is. Történészként, régészként mennyire tartja korszerűnek ezt a filmet? Hát ugye számítógépes játékmotorra épülő film, tehát én sose tekintettem erre a filmre úgy, mint egy hollywoodi... Most kifejezetten nem, mert én azt gondolom, hogy ez a Tamás szakmája, és védje meg ő. Szellemileg mennyire tartja korszerűnek?
Szerintem korszerű, hogyha ezen az irányon elindulunk. Én úgy gondolom, hogy ennek most van a hajnala, és hát remélem, hogy ez ki fog futni, és hogyha rak akár a magyar kormány mögé kellő anyagi hátteret, hogy ezeknek a filmeknek ne csak ilyen tényleg gyerekcipőben járó költségvetése legyen, akkor ennek igenis nagy a társadalmi hasznosulása, és nagyon jól be lehet mutatni a korabeli régészeti környezetet is. Szellemileg mi volt a legnagyobb kihívás ebben a filmben, Tamás? Mert azért tényleg egy olyan részéről van a történelemnek szó, amiről a források ellentmondóak, és azért egy picit, hogy is mondjam, tehát valahogy a legendák ködébe vész ez a korszak. Hihetetlenül nehéz hozzányúlni, hogyha hitelesek akarunk lenni, vagy hihetetlenül könnyű hozzányúlni, hiszen azt csinálunk vele, amit akarunk. Melyik volt? Mind a kettő együtt igaz valóban erre a filmre. Mind a kettő együtt igaz, de van egy olyan fontos koncepció, amiben ennek bele kellett illeszkednie, és szerintem ez a koncepció az, hogy a magyar történelmet azt teszi jellegzetessé és mássá, hogy szinte állandóan kellett foglalkozni a honvédelemmel. Tehát ez a honvédelem, ez a magyar történelemnek egy olyan sajátossága, amely szinte minden történelmi korban markánsan jelen kellett, hogy legyen. Na, akkor ez egy emlékezett politikai kihívás. Feltétlenül az, ugye? Így van. Ebbe a honvédelmi láncba illeszkedik be, azon kívül, hogy persze más elképzelés vagy más szemléletmód szerint az őstörténetünk zárja le, ugyanakkor elkezdi a Kárpát-medencei történetünket is ez a csata, és ez a csata az első nagy honvédő háborunk győztes csatája, olyan kevés van. Oké, de akkor megint csak jön egy, és akkor visszatérünk a korszerű kérdéshez, Miklós. Tehát adott esetben ugye a honvédelem, mint ami a magyarság sorsában gyakorlatilag meghatározó elem. Egyébként általában a nemzetek sorsában azért kivéve a nagy hódítókat, azért a honvédelem különösen a kis nemzeteknél nagyon fontos. Magyarország bár annak idején nagy nemzet volt, de mégis nagyon fontos volt, hogy ebben a pillanatban, a 21. század második évtizedének a vége felé, ez mennyire korszerű maga a gondolat? Mennyire kell ezzel foglalkoznunk? Azt tudnám mondani, hogyha most itt beleveszünk a korszerűség és szakszerűség útvesztélyébe, hogyha azt mondanám, hogy ezt a filmet úgy csináltuk volna meg, hogy régészetileg a legszakszerűbb legyen, és csak azt szerepeltetjük benne, amit hitelesen alá tudunk támasztani régészeti leletekkel és történeti forrásokkal, akkor nem lenne film. Akkor így van, hiszen az egész pozsonyi csatáról alig tudunk valamit. Tehát az, hogy történik a pozsonyi csatáról, számtalan elképzelés született hadtörténészek. Akkor ezzel gyakorlatilag a nemzeti legendáriumot akarják építeni? Hát egy valós eseményről beszélünk, aminek ez is az egyik elképzelt megvalósulási formája. De sosem leszünk közelebb ehhez szinte, mert az előkerülő régészeti leletek legjobb esetben annyit találunk, hogy megtaláljuk a csatamezőt, ami ugyan a Duna átszabályozása és a számtalan évnek elképzelhető, hogy soha nem lesz. Számtalan évnek a eróziója. Tehát ez valószínűleg úgy el van fedve már, hogy nem lesz meg, de hogyha mégis meg lenne, akkor maximum a nyílhegyeket találnánk meg, mert egy ilyen csata után nagyon alaposan összeszedik az összes fegyvert, mindent, amit használható. Hát és az drága dolog volt. Tényleg csak a tönkrement dolgokat találhatnánk meg, amivel nyilván sokkal többet tudnánk a csatának a fegyverzetéről, hogy körülbelül hányan, milyen íjakkal, milyen nyílhegyekkel, hány kilőtt íjat, milyen csoportosulás szerint, tehát rekonstruálni lehetne belőle valamit, de jelenleg ezzel nem rendelkezünk. Aztán a viselet vagy a használati tárgyak, ugye annak is csak a fémalkat részeit ismerjük, tehát minden más hozzá van képzelve. És én úgy gondolom, hogy ez a film, hogyha vannak is benne néha túlkapások, hogy szkíta és hun tárgyak felbukkannak, de egyébként, ha belegondolunk, tehát hogy... Miért ne lehettek miért volna ne lehetnek? Abban az időszakban persze, ezek a tárgyak? Tehát, hogy az őseiknek nagyra becsült tárgyait, azokat bizony
akár több száz évig is nagyra becsülve megtarthatták, és egy királyi udvarba, ami akár én jártam Indiába, ahol beszéltem olyan emberrel, aki 37 generációra levezette fejből a saját őseit a fehér hunokig, Neftalitákig, egy mai Rajput ember, aki onnan származtatja magát, tehát hogyha egy darab ilyen ember emlékszik 37 generációra, akkor egy sztyeppei királyi udvarban biztos, hogy több száz éves tárgyak is felbukkanhattak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a film régészet szakmailag nem kell ezzel erőlködni, hogy lehet, biztos, hogy kritizálni lehet, és számtalan hibát fel lehet sorolni benne, hogy ez miért nem lehetett volna, de szakmailag, de én úgy gondolom, hogy az összhatás tekintetében ezek igenis kellenek bele a filmbe, és azt a hatást, amit el akarunk érni, hogy a magyarok egy sztyeppei népként az európai haderővel szemben győzelmet érnek el, azt sikerült a filmnek elérni. Néhány perc múlva kezdődik a film az adásunk után. Tamás, van 30 másodperce, ajánlja a nézőknek ezt a filmet. Azért ajánlom ezt a filmet a nézőknek, mert a pozsonyi csatáról és a honfoglalásról ilyen típusú bemutatót még nem láttak soha, és én azt hiszem, hogy ahogy mondtam, a fiatal korosztályt a képi világ valószínűleg magával fogja ragadni, de a benne található dramaturgia, narratíva és nagyon szép zene, ez szerintem minden korosztály számára élvezetessé fogja tenni. Hamarosan kezdünk, úgyhogy megláthatjuk, mert ugye eddig csak a zenét és az előzetest láthatták a nézők ebből a filmből. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük. Mi is köszönjük. Önök az Ez itt a kérdést látták, műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu-n, a YouTube-on, és követhetnek minket a Facebookon is. Következő adásunkban Sütő András Advent a Hargitán című művéről, és annak most felújított 1989-es Nemzeti Színházban készült felvételéről beszélgetünk vendégeinkkel. Kubik Annával, Rubold Ödönnel, Balogh Tiborral és Bodó A. Ottóval, és egy személyes dolgot, ha megengednek, én ezt láttam, ezt az előadást. Körülbelül 25 perces állótapssal zárult, hihetetlen. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra.